Na hát, sziasztok! Gondolom már mindenki rájött abba, ahogy kinézek, hogy milyen videó következik most. Igen, újból sminkelni fogok. Az a helyzet, hogy volt lehetőségem az Zafóra rendelni egy elég nagy összegben. Úgy voltam vele, hogy hát jó lenne kipróbálni ezeket a kínai sminkeket, igaz, már párszor rendeltem ilyen szempillaspirált, meg egyéb ilyen apró dolgokat, ugye a szemöldök cuccomat, amivel eddig készítettem a szemöldökömet, azt is egy ilyen kínai oldalról rendeltem, akkor a baj nem történhet belőle, szóval most meg is mutatom nektek gyorsan, hogy miket rendeltem. Ugye itt vannak ilyen ecsettisztító kis korongok, két szemöldök ceruzát rendeltem, majd ezeket megmutatom közelebbről is. Aztán ugyanolyan szempillaspirált, mint múltkor, ez a Maybelline-nek a kopia, ilyen kínai sidáz, vagy nem tudom milyen már. Aztán itt van egy ilyen kis arctisztító maci, amit nagyon-nagyon szeretek. Mindkét végével ugye meg lehet dörzsölni az arcodat. Vannak itt nekünk különféle szemhéj púder palettáink. Erre a kettőre azt hittem egyébként, hogy ugyanolyanok, de amúgy nem. Van nekünk itt egy ilyen csillogós, ami remélem, hogy nem csak a tetején csillog. Van itt nekünk még egy, ami kicsit összetörve érkezett. Aztán van itt egy highlighter paletta, amiben különböző színű highlighterek vannak. Rendeltem egy csomó ecsetet. Műszempillát, matrús, meg egy ilyen, hát ez elvileg szájfény, de szerintem rúzs lesz, na mindegy. Illóolajokat, ez nagyon random, de ezt is rendeltem. Még egy szemhéjpúder paletta, sima púder paletta, pórus tisztító cuccot, ami egyáltalán nem működik, kipróbáltam is. Olyan gyenge a szívása, hogy ennek esélye sincsen arra, hogy kiszívja a pórusaimból a cuccot, illetve egy ilyen fekete maszkot, tudjátok, ez a pórus tisztító maszk, ilyen szemöldök készítő szettet, meg egy nagyon cuki kis fejbántot, amit mindjárt felveszek. Aztán pedig elkezdek sminkelni, hiszen múltkor kiraktam Instára, hogy küldjetek nekem sminkeket, és most kiválasztottam egyet, és azt fogom elkészíteni ezekből a sminkekből, szóval kezdjük is. Természetesen már minden ecsetet kimostam, amit használni fogok. Szóval ezt a sminket fogom elkészíteni nektek. Nem is húzom tovább a szót, mert tuti nagyon-nagyon sokáig fogom ezt csinálni. Annyi még, hogy ugye műszempillát kellett volna felragasztanom, de elfelejtettem műszempillaragasztót rendelni, és most pedig elfelejtettem elmenni műszempillaragasztót venni. Szóval ez lehet, hogy ki fog maradni a dologból, de az is lehet, hogy még valahogy felműtöm magamra ezt a műszempillát. Hát remélem, hogy ugyanilyen jól fogok kinézni én is. Miközben magamra műtöm ezt a nagyon cuki kis fejpántot, elmondom, hogy a pizsamám is a Zafurral van, és szerintem nagyon-nagyon cuki, és minden linket majd megtaláltok a leírásba, hogyha valami megtetszene esetleg, és meg szeretnétek rendelni. Ezt most fordító? Ja, nem jól veszem fel, jó? Úristen, hogy nézek ki! Képzeljétek el, miután megcsináltam múltkor az előző sminkes videót, azután egy csomó cég küldött nekem, na jó, nem csomó, kb. Kettő, de a NYX-esek is voltak olyan cukik, hogy csomó termékkel utána megleptek, szerintem megsajnáltak, hogy csóró lány, ilyen termékekkel, sminke, és most pedig voltam egy rendezvényen, amin kaptunk ilyen ajándékcsomagot, és abban volt ez a primer. Egyébként fingom nem volt előtt, hogy mire használják, de tök sima lesz tőle a bőre. Ups. Na mindegy. Na jó. Nem mondom el, hogy ez hogy néz ki. Lehet, hogy kicsit sok el. Egyébként azt meg szerettem volna köszönni, hogy múltkor, amikor tanácsot kértem tőletek a videóban, hogy milyen alapozót, meg milyen púdert ajánlotok, nagyon sokan írtatok, meg írt nekem több kozmetikus csajszí is, hogy nem kéne azt az alkoholos tonikot használnom, mivel egyre jobban termelődik majd ezután az olaj a bőrömben, vagy a zsír, vagy nem tudom, hogy van ez, szóval mondtak egy csomó tök jó dolgot, és azóta úgy nem is használtam azt a tonikot, meg mindig ilyen arclemosót használok, de egyébként ugyanolyan zsíros a bőröm, na mindegy. Most, hogy a primerrel meg vagyunk, szintén egy nem Zafurról rendelt dolog jön, hanem a NYX-től kaptam egy ilyen kontúrpalettát, amiben vannak ilyen világosabb színek, amik ugye azért vannak benne, gondolom, hogy kiemeljenek adott területeket. Szóval ezt ide felkenjük. Már is jobb. Na, és akkor még gyorsan alapozózok egyet, ez meg a Park Avenue-nak van ez a... Úgy, mint a múltkor, csak úgy. Szépen felkönöm a fejemre. Áó! Ups! Na, szóval ezeket a gyönyörű márvány mintás ecseteket választottam, és
semmi olyasmi, hogy úgy használnám, ahogy megérkezett. Szóval jön az első olyan dolog, amit rendeltem, ezt a púdert már használtam, egyébként ebből kettő érkezett, vagyis hát az egyik egy sminkcsomagba, a másik pedig csak úgy külön rendeltem púdert, és már le is passzoltam anyának, mert úgy voltam vele, hogy nincsen szükségem kettőre, de hát eléggé kezd kifogyni, és amúgy azt írja, hogy valamilyen oly kontroll, de amúgy annyira nem az. Ja, meg bevallom őszintén, hogy úgy szerettem volna, hogy az összes cuccot videóban tesztelem, de konkrétan 3 hét telt el két csomag érkezése között is. Nem vagyok annyira türelmetlen, meg kíváncsi ember, de azért 3 hétig, amikor látod, hogy ott állnak a smink cuccok, és ne nyúljál hozzá, úgyhogy nincsen púdered. Szóval ezt muszáj voltam kipróbálni, de ezzel annyira nem vagyok megelégedve. Tudom, mit nem hoztam ide, pirosítót, de megnézzük, hogy mennyire pigmentált ez a highlighter, ez nem lesz jó nekünk. Akkor hozok pirosítót. Egyébként ezek tök ugyanazok a lépések, amiket múltkor csináltam. Szóval itt annyira nem is részletezném, hogy mi történik, hiszen már tudjátok, csak a szokásos. Mindent a fejemre kenek. Akkor most keresek egy highlighter ecsetet. Képzeljétek el, még sose volt highlighter ecsetem, szóval nem is tudom, hogy ezt hogy kell használni. De majd most kiderül. Na most egy picit lesek, hogy a hölgyeménynek, akinek a sminkjét elkészítjük, milyen színű. Hát, szerintem ilyen pirososabb. Ja nem, mert az orrám meg ilyen ezüstös, na mindegy. Ja, meg az orromra sose szoktam highlightert rakni, szóval most megnézzük, hogy ez hogy fog kinézni. Ja, előtte meg kéne nézni, hogy melyik milyen. Jó, ez nagyon piros, ez pirosító, nem? Tick, ez meg bronzosító. Tick, ez mi a... Ez nem is highlighter. Nézzétek már! Jó, csillogni csillog, de hát ez nem egy highlighter. Jaj, more. Mindig használjuk akkor a legvilágosabbat, hát ha... az highlighterként fog hatni. Hát... Ó, amúgy eskü látszik. Beszorás. Az igen. Maria mindig azt mondja, hogy akinek highlighteres az orra, az olyan, mint a kokózott volna. Hát most kb. Úgy érzem magam. Meg itt is láttam, hogy rakott a bula. Meg ide is. Meg akkor már ide is rakjunk. Meg ide is. Beszarok. Csillog az egész fejem. Oké, akkor kellenek nekünk ilyen pirosasabb, bordósabb színek, meg valami világos a szemzugába. Ilyen kell. Lehet, hogy most közelebb kéne hoznom magamhoz titeket? Előfordulhat. Ez hogy kell kinyitni? Eskü nem tudom kinyitni, mi van ezzel? Basszus, el fogom törni! Úgy kell ezt kinyitni. Ilyen se volt még velem, hogy nem tudok kinyitni vala. Bassza meg. Azt nem elbasztam. Oké. A hölgyeménynek eléggé pirosos a szeme környéke, mint ha behúztak volna neki. Ezért ebbe is vannak ilyen pirososabb, rózsaszínesebb színek. Meg ebbe is a törött palettába. Szóval ezt fogom szerintem használni, meg ezt, meg ezt. Meg ezt a csillogósat. Ha jól látom, akkor úgy van, hogy valami világosabb színnel csinált egy alapot, aztán itt a külső részre rakott valami sötétebbet, meg ide a szempillája alá, ide meg valami csillogósat, ide meg egy kiló highlightert. Szóval akkor most megpróbálom megpróbálom ezt leutánozni. Hát, ez baromira nem olyan szín, de legalább megpróbáltam. Hát, ez baromi ronda. Biztos jó lesz a végeredmény, nem? Ó, anyám, de ronda lesz. Nem is vészes. Ja, egyébként kicsit csaltam, hogyha ezt lehet így mondani, mert próbáltam olyat választani, amihez nem kell túlsvonalat húzni, mert nem tudok túlsvonalat húzni. Wow! Így már amúgy nem is olyan rossz. Szerintem amúgy azért olyan fura még nekem, mert mindig az van, hogy ha először a szemsminkemet csinálom meg, hamarabb, mint a szemöldökömet, akkor ugye sokkal durvábbnak hat. De eskü, én már látom, hogy nem lesz... basszus. Nem lesz olyan vészes a végeredmény. Eskü, még a végén jó lesz. Kicsit olyan, mint hogyha valamilyen szemfertőzést kaptam volna el, és így...
teljesen be lenne gyulladva a szemem. Gyulladva. Tehát teljesen be lenne gyulladva a szemem. A divat az divat. Ez biztos divat. Nem? Amúgy lehet rosszul csináltam, mert amúgy minden ilyen nagyobb sminkes embernél azt látom, hogy először a szemsminkjüket csinálják meg, és aztán alapoznak, mert hogy elvileg lepereg a smink, vagyis hát a szemhéjpuder. De én nem látom, hogy leperget volna, szóval lehet, hogy nem is rontottam el. Wow! Én amit itt látok, az jól néz ki. Most jön az, hogy valami világosabbat kenünk ide. Ez nagyon jó! Lehet, hogy ilyet kéne felkennem. Eskü jó. Annyira nem szép, de hát... Lehet, hogy most elrontottam. Húha! Ez már nagyon nem úgy néz ki, mint az a smink, amit kellett volna utánoznom, de mindegy. Ja, és most veszem észre, hogy itt van az a szín, amit az elején kinéztem, és ezt kellett volna inkább használnom, de most már mindegy. A végén még tényleg valami fertőzése lesz a szememnek, tehát alapból így fogok kinni. Amúgy nagyon durván piros. De minden jó. Most látom, hogy itt összekentem. Mikor kentem? Hogy kentem össze magam? Azt most hogy szedem le onnan? Good job, Claudia! Eddig nem ment a mikrofon. Nagyon ügyes vagy. Elkezdtem csinálni a szemöldökömet ezzel. És nem a legjobb. Meg lemerült a kamera is, de ez a por, ez benne brutál erős, és úgy tűnik, hogy ez nem egy jó szemöldök nap lesz számomra. Mondjuk annyira nem vészes. Lehet, hogy így kamerában annyira nem is tűnik fel. Na de sietek is, nehogy lemerüljön a kamera. Szóval van itt nekünk két szájra való termékünk. Jelszíkek én itt, és ezt... Wow, ezt tekerni kell? És mikor jelenik meg rajta? Nem tudja valaki? Vagy melyik irányba keltek? Most mi van? Én ezt nem értem. Swatcholni akartam, de ebből nem is jön semmi. De most jön! Na, szóval van itt nekünk egy ilyen színű. Vagy pedig egy ilyen színű. Szintén matte rouge. Na, melyik legyen? Mindenki megtette a tippjait? Jó, én szerintem erre szavazok, ez mégiscsak jobban illik hozzám. Vagyis nem hozzám, hanem a sminkhez. Ó, ahogy nagyon hína illata van. Reméknál rohadlása. Na, készen lettem a sminkkel, és ne haragudjatok, hogy ennyire így ledarálom a végét, de már kétszer kapcsolt ki a kamera, nem indítottam el a mikrofont, és már kicsit kezdtek idegbeteg lenni. Véleményem erről a rúzsról, hogy... Hát katasztrofális, tényleg ez a kínai minőség, nézzétek csak. Konkrétan összetapadt tőle a szám. Ezt is gyorsan leveszem, és akkor megköszönöm nektek, hogy itt voltatok és megnéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett, akkor ne felejtsetek el nyomni rá egy like-ot. Szóval, hogyha tetszett, akkor ne felejtsetek el nyomni rá egy like-ot. És hogyha szeretnétek még hasonló... És hogyha szeretnétek még hasonló sminkes videókat, akkor írjátok meg nekem kommentbe, hogy miért, meg hogy hogyan, meg ilyesmik, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!